Bányászhősökre emlékeztek és kitüntetéseket adtak át Dükkábrányban. Felsétált Kékestetőre a tüdőátültetésen átesett győri lány. Beázással küzdenek egy Lokodi úti társasház lakóin. Ezek ma a legfontosabb híreink. Jó estét kívánok! Közel 20 megawattos naperőmű építését tervezi Bükkábrányban Valaska József, melyet a tervek szerint jövő év végére üzembe helyeznek, mondta Bükkábrányban a Mátrai Erőmű ZRT igazgatóságának elnöke a 66. bányásznapi rendezvényen. A társasági ünnepségen megkoszorozták a bányászhősök emlékművét, majd vállalati és szakszervezeti kitüntetéseket is átadtak. A Mátra és a Büklábánál dolgozó bányászok üzemeltetik Magyarország két legnagyobb bányáját, melyekben maximális kapacitással termelnek, mondta Mata Tibor, a Bükkábrányi bánya igazgatója az ünnepségen. A felmerült műszaki problémáink, üzemzavaraink dacára Bükkábrány és a Visonta bánya együttes ezévi széntermelése ismét meg fogja haladni a 9 millió tonnát. A két bányában a fedőközetek letakarítása pedig a 70 millió köbmétert. A beszédet követően a résztvevők megkoszorúzták a bányászhősök emlékművét, tisztelegve a munkaközben életüket vesztett kollégák előtt. A villamos energiát érintő piaci változásokról Derekas Barnabás, az igazgatóság elnök helyettese beszélt. A termékeink ára az utóbbi években folyamatosan csökkent, ami jelentős hatással van a működésünkre. Ezzel együtt megőrizzük a termelési pozíciónkat. A Mátrai erőmű továbbra is a magyar villamosenergia rendszer stabil és kiszámítható szereplője tudott maradni. Az ünnepségen Valaska József, a társaság elnöke elmondta, az idei eredmények 30%-kal el fognak maradni a tervezettől, és a jövő évi eredmény az idejének fele sem lesz. Nagyon meg kell dolgozni azért, hogy az elkövetkező átmeneti időszakban fent tudjanak maradni, hangsúlyozta. Az elnök a nehézségek mellett a jövőt érintő tervekről is beszélt. Jövő ilyenkorra, vagy jövő év végére, de legkésőbb a választások előttig üzembe helyezünk itt egy majdnem 20 megawattos naperőművet, ami már erőmű lesz, megújuló erőmű lesz, és egy nagyon jó idegenforgalmi látványosság lesz, ezen túlmenően ahhoz évente nettó 1 milliárd forintos árbevételt. Az ünnepségen 4 kiváló bányász elismerést, 13 céggyűrűt és 3 Heller László díjat kaptak. Bona Róbert visontai bányaigazgató 31 éves munkáját ismerték el Heller László díjjal. Én úgy gondolom, ez nem csak nekem szól, hanem annak a kollektívának, akit én vezetek, hiszen az elmúlt években, az elmúlt év inkább így mondanám, egy igen nehéz időszak volt, egészen a 2015 év közepétől napjainkig. Az ünnepségen átadták a szakszervezeti elismeréseket is. Új szakaszba lépett a kormány népszavazási kampánya. A hirdetések központi üzenete: ne kockáztassuk Magyarország jövőjét, szavazzunk nemmel. A kampányban nem csak hirdetésekkel találkozhatunk, hanem tájékoztató kiadványokkal is, amelyeket minden háztartásba eljuttatnak. A kormány álláspontja szerint egyedül a népszavazással lehet megakadályozni Brüsszel kényszerbetelepítésre vonatkozó terveit. A szavazólapokat már elkezdték nyomtatni. Minden háztartásba eljuttatják a tájékoztató kiadványokat, nyomtatják a szavazólapokat. Új szakaszába lépett a kormány népszavazási kampánya, hangzott el a sajtótájékoztatón. A kormány álláspontja szerint csak népszavazással lehet megakadályozni a kényszerbetelepítést, amely rengeteg kockázattal jár. A kormány a népszavazásig hátralévő időszakban arra fogja felhívni a figyelmet, hogy a bevándorlásnak, az ellenőrizetlen bevándorlásnak és a brüsszeli kvótacsomagnak súlyos gazdasági, kulturális és biztonsági kockázatai vannak. Ezeket pedig nem szabad felvállalnunk, tette hozzá a parlamenti államtitkár. A kampány új szakaszában a kormány minden információt megad a lakosságnak, hogy felelősen tudjon dönteni a kvótarendszer bevezetésének kérdésében. Leveleket fogunk kiküldeni, telefonálni fogunk, megkeressük a helyi vezetőket, kérjük a segítségüket, az utcán megjelenünk, ott mindenkit tájékoztatni szeretnénk, beszélgetni szeretnénk. A Fidesz megyei elnöke azt mondta, a kötelező betelepítéssel Magyarország, a megyék és a települések is rosszul járnának.
Amennyiben a brüsszeli kvótacsomag az megvalósul, akkor az minden megyének és minden településnek egy nagyon komoly biztonsági kockázatot és egy nagyon komoly költséget jelent. Az ezzel kapcsolatos terheket pedig maguknak, a településeknek kell vállalniuk, tette hozzá Nyitrai Zsolt. Horváth László megyei alelnök azt mondta, a népszavazás nem csak nemzeti ügy, hanem személyes felelősség is. Már nem csak a lakosok, hanem önkormányzatok is elutasították a betelepítési kényszert. Hogyha a folyamat így folytatódik Európa szerte, és Magyarország sem tudna ellenállni, akkor a mai fiatalok nem fognak ráismerni arra az országra, amiben felnőttek. A kormány képviselői arra kérik a lakosságot, hogy vegyenek részt a népszavazáson október 2-án, pártállástól függetlenül. Családja, barátai, valamint több száz önkéntes körében hajtotta végre nem mindennapi célkitűzését Lendvai Anna. A kétszeres tüdőátültetésen átesett lány szombaton hódította meg Magyarország legmagasabb pontját, a Kékestetőt. Higgy abban, hogy bármibe belevághatsz. Ezzel a mottóval indult útjára Lendvai Anna. Hatalmas akaraterőről és harcolni vágyásról tett tanúbizonyságot a 24 éves győri lány azon a túrán, amelyen családja, barátai és ismerősei kísérték el, valamint mindazok, akiket blogján keresztül inspirált. Annánál már 2 hónapos korában diagnosztizálták a cisztás fibrózis nevű betegséget, emiatt kétszer esett át tüdőtranszplantáción, és előfordult, hogy oxigén palack nélkül egy lépést sem tudott megtenni. Ezek után úgy döntött, megvalósítja álmát, és saját erejéből mászta meg a Kékestetőt. 1 évvel ezelőtt, amikor még oxigénem voltam kerekesszékben, akkor így jött egy ötlet, hogy nekem föl kell mennem a Kékesre. De hát ugye esélytelen lett volna így kerekesszékkel is, meg bármivel föltönni, meg hát azért mégis önerőből akartam ide feljutni. Tavasszal kisebb dombok megmászásával készült a szeptemberi csúcshódításra, mivel azonban környékükön erre sok lehetőség nem adódott, emiatt is nagy kihívásként tekintett a feladatra. Álmai megvalósítása közben fáradtságot sem nagyon érzett, annyira boldoggá tette, hogy ennyien elkísérték útjára. Nagyon sok barátom itt van, ismerősöm, a családom, szinte mindenki, és nagyon doppingol, tehát hogy biztos egyébként már a felénél leültem volna, hogy jó, ráérünk, de így egyszerűen ez olyan érzés, amit leírni se lehet, mert erre szerintem szót még nem találta ki. Barátait, betegtársait is inspirálja kitartása. Mi már barátok vagyunk már az első transzplant óta, vagy hát ez ilyen nagyon mélyebb akkor lett a barátságunk, és hát így végig mentünk ezen az úton, hogy hogyan került a második transzplantra is, hogy amikor a kórházi ágyam volt, már erről a túráról beszélt, és így nehéz azt látni, hogy tényleg mekkora áron jutott el ide. Betegségéről blogot is vezetett, rengeteg ismeretlen ember innen értesült elhatározásáról. Most, hogy vállalkozását siker koronázta, újabb álmokat sző. Patkányokkal és beázással küzdenek már régóta az egyik Lokodi úti társasház lakói. Az itt élők úgy érzik, szélmalomharcot vívnak, ugyanis problémáikat már több fórumon is jelezték, ám a helyzet változatlan hetek óta. Már hetekkel ezelőtt kipakoltak a polcokról ennek a Lokodi úti társasháznak a pincéjében. A helyiség egyik sarka megsüllyedt, és a falak is vizesednek, dohosodnak. A társasház lakói azért keresték meg szerkesztőségünket, mert elmondásuk szerint hetek óta hiába jelzik a problémáikat. Ígéretet azt kaptunk, persze, azok mindig vannak. Először azt mondták, hogy 1 hét, utána 2-3, most legutóbb, mikor beszéltem velük, azt mondták, hogy még 1 hetet kell várni, tehát nagyjából 1 hónap sem kevés, elegendő arra, 1 hónap is kevés, hogy megoldódjon egy fontos probléma, mondjuk ha csak a csatornabeázásról és a folyamatos süllyedésről beszélünk. A lakóknak nem csak a beázással gyűlik meg a bajuk, hanem a rágcsálókkal is. A társasház előtti virágos kert tele van patkányukakkal. Lantos Ferenc azt mondja, nem ritka, hogy méretes példányokat látnak az utcában élők sötétedés után. A patkányokkal kapcsolatosan már az önkormányzathoz is tettem bejelentést, és a szövetkezethez is, lakásszövetkezethez is, aki minket ugye üzemeltet, de ők is csak azt mondták, hogy megpróbálják a szakembereket kiívni, de nem sok sikerrel. Csak hát, hogyha az ember nem is tesz hathatós lépést, nem is
próbálja földeríteni, hogy mi az a megoldás, ami ténylegesen és végleges megoldás jelentett erre a problémára, akkor ez így nem is fog működni. Az üggyel kapcsolatban kerestük a lakásszövetkezetet is. Telefonon kérdésünkre elmondták, a beázás okait a jövő hét folyamán kezdik el felmérni a szakemberek, a patkányírtást pedig a városüzemeltetésnél vagy a lakásszövetkezetnél lehet igényelni. A lakosság nem végezheti el azt, mivel a mérgeket megfelelő körültekintéssel lehet csak kihelyezni úgy, hogy ahhoz például gyerekek ne férhessenek hozzá. A vállalati rendezvényeket követően kulturális és zenei programokkal várták a bányászat és az erőmű dolgozóit, valamint a város lakóit a Gyöngyös főterén megrendezett 66. bányásznapon a hétvégén. Az egynapos fesztiválra filmvetítéssel, koncertekkel és tűzijátékkal készültek a rendezők. A programokra kicsik és nagyok több ezeren voltak kíváncsiak. Ugrálóvár és vattacukor a gyerekeknek, futballmérkőzés és koncertek a nagyobbaknak. A céges rendezvények után ismét az egész várost megmozgató szórakozásé volt a főszerep Gyöngyösön, az immáron 66. alkalommal megrendezett bányásznapon. Az egésznapos programsorozat a bányásznapi kispályás vándorkupával indult, amely már 4 éve része a bányásznapnak. Célja, hogy a mozogni vágyok is megtalálják a számukra megfelelő szórakozási lehetőséget ezen a napon. A meccseken vállalati dolgozók, valamint meghívott játékosok vehetnek részt. Idén a 8 csapat között voltak olyanok is, akik először neveztek. Az idei bányásznapi tornán részt vesz a meghívott erőmű, ugye itt minden évben meghívjuk őket, mint a Máté erőmű tagja és társszakszövetünk. Azon kívül most új csapatként belépett, aminek örülünk, a Vasútüzem, részt vesz benne a szállítószalagos részleg, meg egy csapata, akik szintén még ezen a tornán egyelőre újak. A főtéri délutáni rendezvényeket a Bányász Fúvós zenekar koncertje indította. A kilátogatók nem csak a programokat, de a nagyon jó hangulatot, kellemes időjárást is dicsérték. Nagyon jó hangulatunk van igazán, szép a zene, találkoztunk barátokkal, az a lényeg, jó az idő, úgyhogy jó el vagyunk. A nap folyamán számos népszerű együttes is fellépett, a zenés rendezvények mellett a gyerekeknek volt ugrálóvár és körhinta, de sokan kipróbálták a játékmotorokat, valamint megcsodálták a kiállított munkagépeket is. A bányásznapi ünnepet idén is egy nagyszabású tűzijáték zárta. A Gyak felnőtt labdarúgó csapata győzelemmel folytatta szereplését a megyei első osztályban. A forduló rangadójának számító összecsapáson a Heves látogatott a Mátra aljára. A fehérmezes vendégek Vernyik Révi már az 5. percben vezetést szereztek. A meddő hazai fölény csak a 48. percben élet góllá Gyurcsik Milán jóvoltából. A 73. percben Pilinyi 11-esből volt eredményes, és alakította ki a mérkőzés végeredményét. Megpróbáltuk 2-1-nél kiegyenlíteni, azon a végén ott az utolsó másodpercben meg is volt a lehetőségünk, de azért az látszódott, hogy a két csapat között az utolsó 20 percben kiütközött az a különbség, tehát erőben sokkal jobb volt a Gyöngyös. Megpróbáltunk egy bravót elérni, sajnos nem sikerült, bár én azt gondolom, hogy nagyon közel álltunk hozzá. Megvoltak a kontráink, én azt gondolom, hogy még egy kapufát is lőttünk az első félben, még volt 2-3 ígéretes kontránk, sajnos azok kimaradtak. A másik fél időt azt meg nagyon rosszul kezdtünk, ott volt egy ilyen fejpárba, ott egy lemaradt ugye a Dávid meg az egy ellenfél csatár, és ott ilyen tömörülésből megszerezte az egyenlítést a Gyöngyös, azt gondolom, hogy ott volt a fordulópont a mérkőzésen. Illetve hát a győztes gól az meg szerintem az nem volt 11-es, az én azt gondolom. A hazai csapat edzője továbbra sem érti játékosai, miért nem az általa elvált ritmusban játszanak. Sajnos azt látni, hogy a nyári távozók és a érkezők között az a legnagyobb különbség, ugye, hogy sebességben, futósebességben különbségek vannak. Ugye most megpróbálunk egy másik játékot játszani, egy jobban pozíciósabb játékot, ami ugye labdabirtokláson alapulna, de hát sajnos nagyon nehezen bírjuk ezt egyelőre alkalmazni, és ennek szünetben ugye mond két centert raktunk föl, két olyan játékost, aki ugye kimondottan center, még ha sajnos Kis Pisti hamar meg is sérült, de utána ugye a gól is abból adódott, hogy ugye volt lehetőség fölpasszolni, és ugye a szélén a gyors emberek, akiket ugye cseréltünk be, azzal kellene ugye az ellenfél védelem mögé kerülni, ami ugye sikerült is, de hát amíg kiadjuk ezeket a nagy hordító helyzeteket, addig nagyon nehéz mérkőzések várnak ránk. A Gyöngyösön kívül már csak 300%-os csapat van a mezőnyben. A zöldfehérek a folytatást illetően szomszédvári csatára készülhetnek. Szombaton a Gyöngyös tarján otthonába kell majd bizonyítani.
Megéri várni a tankolással, ugyanis bruttó 5-5 forinttal csökken a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára szeptember 7-én szerdán. A csökkentéssel a benzin átlagára 331 forintra, a gázolai 333 forintra mérséklődik. Az autósok 15-25 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Tovább nőtt a családi otthonteremtési kedvezményt igénylők száma a nyár végéig, írja a Magyar Idők. A lap összesítése szerint a pénzintézeteknél már több mint 14 ezer család igényelte a támogatás valamely formáját. Az igénylések 70%-a használt lakás vásárlásához kapcsolódik. Az új lakások esetében háromnegyed részben a 10 millió forintos három gyermek után járó kedvezményt veszik igénybe a családok. A bankok további növekedésre számítanak az év hátralévő részében. Most pedig nézzük, hogy hogyan is álltak ma délután 5 órakor a budapesti értéktőzsde főbb részvényei. A vezető részvények közül a Magyar Telekom 440, a MOL 17375, az OTP 7540, a Richter pedig 5738 forinton cserélt gazdát. A tőzsde hivatalos indexe a BUX ma délután 5 órakor 28462 ponton állt, ami addig 272 pontos emelkedést jelez. Most pedig legfontosabb híreink röviden. Bányászhősökre emlékeztek és kitüntetéseket adtak át Bükkábrányban. Felsétált Kékestetőre a tüdő átültetésen átesett Győri lány. Beázással küzdenek egy Lokodi úti társasház lakói. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!